üdvözlöm Önöket. Mai nap szeretnék arról beszélni, hogy valójában most nem csak e országban, de ez külön kiemelem Magyarországot, hanem hogy a világban, egész Európa szerte, meg a Amerika, meg minden, hogy mire van pénz, hogy mire fektetik bele a pénzt, és hogy tehát adatokkal fogom ezt most alátámasztani, és hogy a kormány, hogy hogy a pénzt hova fekteti be. Most én itt egy újságot hozok fel, nem merem mondani nevét, ez a legújabb újság, ez a júliusi szám, és nem akarom megsérteni ezt az újságot, meg ugye akkor még a vége engem csuknak le, de csak így idéznék belőle, hogy a katonaságról van szó, és a fegyvergyártásról, hogy évente hány milliárd forintot fektet be az állam erre, és vettem pár ilyen újságot, mondom, ez a legújabb adat, és itt pár ilyen cikket úgy kifilmásoltam magamnak, amit most így föl szeretnék olvasni, hogy ahol a fiatalokat arra hát hívják fel a figyelmüket, hogy tehát ilyen szöveggel most csak úgy fölolvasnám, hogy legalább nem vagyunk suliba. Tehát így kezdi, legalább nem vagyunk suliba, korrekt. Tehát erre van szó, hogy ne járjanak a fiatalok iskolába, mert hogy úgyis gáz, tehát ilyen nyelven van megírva, úgyis gáz az iskola, tehát hogy a gáz azt tudja, hogy úgyis hülyeség. Tehát ilyen slang nyelven van még hozzá megírva. És hogy inkább jöjjenek a katonának, és akkor fegyvert kapnak a kezükbe, nem is akármilyen fegyvereket, és itt Rambo, tehát itt le van írva Rambo, és a Sly, tehát itt ilyen emberek lehetnek, hogyha el akarnak valamit az életbe élni, és akkor itt lehet Rambo, és akkor kifestik az arcukat. Megvan adva, hogy hol lehet jelentkezni, hol lehet ezt kipróbálni. És akkor még ilyen szöveg, hogy ingyen üccsi, tehát így van leírva, hogy üccsi, az üdítő, mondom kóla meg ilyenek. Ingyen mindenféle babgulyás, desszert, pogácsa, és repetanana, még az is van, tarcsi ebédjegy. Tehát ilyen primitív slang szövege van az egész megírva, és akkor fiatalokat erre csábítják ez az újság, és az állam ilyet kimer adni, és nem is akármilyen vastag ez az újság. Tehát nem akármilyen vastag ez az újság. És tele van fényképekkel, hogy a fiatalok, tehát hogy fegyvert adnak a kezükbe, még nincs is 18, és jelentkezzenek katonasságra, és akkor le van írva, hogy még a lányok se ijedtek meg a fegyvertől, és élvezték ezt a kezükbe tartani, és hogy hirdetnek, hogy hol lehet jelentkezni, mindenféle katonasági pozíciókba, repülőgép, telefonos központos, tehát mindenféle pozíciókba, és akkor felhívják a fiatalok figyelmét, hogy ne járjunk iskolába, más munka lehetőség úgy sincs az országban, és akkor legyenek katonák. Most emberek, én ezt az újságot így végigolvasgattam, ez csak egy-két lap az újságból. Milliárdok mennek el, ha mondtam, mából hoztam be, nem tudom hány tankot, tehát arra van pénz. Fegyvergyártás, milliárdok havonta ugye elmennek ilyen mindenféle katonai dolgokra, és ez csak egy példa, hogy én egyszer elmentem munkahelyet keresni, miután lediplomáztam, vagy ugye tanár szerettem volna lenni, nagy nehezen lediplomáztam, kerestem munkát, és akkor a munkaügyi központban is egy nagy plakát, kettő darab, az volt kirakva, és akkor mondja nekem a hölgy, hogy ott vannak a munkalehetőségek, először olvassam el. Na most én néztem a plakátot, ami ki volt rakva, nagy darab, először ki sem tudtam nézni, hogy mi az, mint UFO, tehát úgy nézett ki az a plakát, hogy napszöveg, ezüst kopak, és akkor fő volt szerkezve, mint Rambo, mint valami UFO science fiction filmből kilépett figura, és akkor nagy felhívás, hogy életed legnagyobb lehetősége, ilyen katonasági különböző pozíciókban lehet csak jelentkezni. Tehát ezek a munka lehetőségek voltak, és mondtam, hogy ebben nem kérek. De az újságot így végig tanulmányoztam, hogy
Le van írva, hogy országszerte, hogy mennyit fektetnek be katonaságra, és nem csak országszerte, Európa szerte kiáll a haditechnikán a legmagasabb szinten, egy ilyen skála, hogy ki mennyi atombombája van, meg tehát ilyenek, hogy az amerikai, tehát hogy más már a legújabb a lopugató gépet hozzák elő, és ugye az radaron se látszik, és akkor sehol nem fog látszani, és akkor Oroszország már az atom tengervíz alatti járó gyártja meg. Tehát ilyenek van tele, és akkor fegyverkezik mindenki, a fiatalok ne járjanak iskolába, meg gáz. És csak egy példát tudnám mondani, hogy lementem annak idején, telefonkártyát akartam menni egy ilyen üzletbe, ahol mindenféle telefon, meg mindenféle videójátékok voltak Szegeden, és hogy a gyerek, egy akkora gyerek jött be az édesanyukájával, aki maximum 6 éves lehetett, mert ugye ekkora volt a derek, amíg ért, tehát maximum 6 éves gyerek lehetett, és úgy üvöltött, hogy neki olyan játék kellett, Gameboy, vagy nem is tudom, joystick, tehát ilyen komputeres játék, nem értek hozzá, de neki olyan játék kell, az a legújabb játék, ahol akkor győz, ha az öreg asszony bottal leüti. Tehát minél gyorsabban leüti, nem tudom hány másodperc alatt, meg minél gyorsabban kinyírja ezt, meg azt, tehát neki az a játék kell. És akkor azt megvette 6 éves gyerekének, és akkor odaadják a kezükbe. És ez tele van a porc ilyen játéka, hogy elővette a különféle ilyen haláljátékokat, hogy akkor győz az a 6 éves gyerek, hogyha kinyírja az öreg asszonyt, leüti meg. Tehát ilyen játékokkal tele volt a polc, és odaadta, és nem nézte, hogy nincs 18, hanem a 6 évesen eladták az ilyen játékokat. Most milyen emberek finanszírozzák ezt, milyen emberek vannak a trónon, már elnézést, hogy azt mondom, hogy a népet, meg erre hívják föl, hogy ilyen rabló lehet, meg fegyvert adnak a 18 év alatti, mert most lényegtelen 18 vagy nem, tehát a gyerek kezébe ilyet is, akkor ne járjon sehol, ne okosodjon, mert úgyis gáz az iskola. És ugye azt mondják a népnek, hogy gazdasági válság van, mindenki stoppal jár, már benzin fölemelkedett, mindenki éhezik, mindenki spórol, már nem mer enni se, és akkor milliárdok röpködnek a levegőben, milliárdok röpködnek a levegőben. És azt mondják, hogy nincs pénz, és hogy sajnos hogy a gazdasági válság lesz, és hogy nincs pénz. Most emberek, akik ott fönt voltok, nem mondom név szerint, hogy Bushtól kezdve, meg tehát én hogy nem mondom, hogy milyen elnökök vannak, akik ilyeneket engednek, és nem tudnak kormányozni, mert sajnos eddig az életben egy igazságos törvényt, egy normális eszű törvényt nem tudtak kihozni. Ha még én kihozok, akkor engem kinyírnak, mert sajnos kinyírtak, mert fölküldtem a parlamentbe pár évvel ezelőtt, kidolgoztam a gazdasági tervet, és akkor leszarták, csak egy ilyen medált küldtek vissza, hogy jaj, milyen hazafi vagyok, mint a medállal meg lehetne oldani a népet az éhezésnek, stb. Stb. Visszaküldtem ezt a medált, visszaküldtem, hogy még föl voltak háborodva, de mindegy, tehát a gazdasági terv nincs szükség, nincs az iparfejlesztés, tehát semmire nincs szükség, csak lőjük szét egymást, ez az összeszű az ilyen embereknek.